Nagyon régi vágyunk volt, pontosabban az enyém már ilyen évtizedes távlatban, hogy újrainduljon helyi színjátszókör, valamikor régen talán 15-6 évvel szűnt meg utoljára, és nagyon örültem neki, hogy igazgató asszony rátalált erre a programra. Az minden elképzelésemet felülmúlta, hogy egy hét alatt lett egy társulatunk, az meg, hogy 2 hónap alatt, vagy 2,5 hónap alatt ilyen csodálatos előadást raktak össze, az meg végképp már most vannak meghívásai, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy hosszú jövő előtt állnak, és talán még bővülni is fognak. Hát az már a főpróbán kiderült, ami annyira zárt körül volt, hogy csak családtagok mehettek, és tele volt a ház, amennyire hallottam, igen, sem mehettem. És hát nagy volt az izgalom. Ezt néhány nappal később, talán egyel, hallottam, hogy igen, jól sikerült, mert pont olyan társaságban sikerült hallani róla, ahol ott volt az egyik családtag, és mindenki nagyon lelkes volt. Hát a település nagy közönsége még nem találkozott vele, tehát az majd hétfőn lesz. Akik gyakrabban járnak a közösségi házunkban, nyilván a próba folyamattal így érintőlegesen találkozhatott, de igazából hétfőn lesz nálunk a bemutató, úgyhogy ott fog eldőlni, hogy mennyire kíváncsiak a helyiek. Én azt hiszem, hogy teltházasok leszünk, és ugyan nem nálunk, hanem Székelyföldön, az egyik településen, Gyergyószárhegyen, barátaim is hasonló színjátszó társulatot, amatőr társulatot alapítottak 3 évben, voltak is nálunk januárban. Egy magyarországi turnén jártak, azt hiszem 6-8 előadást adtak elő, és hát azt a közösséget látván úgy az előadás előtt, után, tehát ez olyan szintű közösségkovácsolásnak tűnt így kívülállóként, hogy azt elmondani nem lehet. Tehát azt kívánom az enyémeknek is, hogy majd évek múlva hasonló élményeket éljenek meg. És hát biztos fognak, mert lelkesedés megvan, úgyhogy menni fog. És hát ha már náluk tartunk, még egy nagy meglepetés volt az előadásuk után, miután mi voltunk az utolsó állomásuk, és mi meg éppen a miénk díszlet gyártásban voltak, és gyakorlatilag azt a paravánsort, amire a díszlet épült, azt nekünk adták. Megbeszélték, és úgy gondolták, hogy hát ők székelyek, fájuk van, szakemberük van, úgyhogy ideadják nekünk, boldoguljunk mi is, és óriási volt az öröm, nagyon segítettek rajtunk. Hát a településnek ezt szerintem nem nagyon kell tervezni, mert a színjátszó társulatot nekünk csak támogatni kell, hogy bármit szeretnének, ahhoz ne legyen hiány, lelkesedésük megvan. Ebben a műfajban talán olyan óriási anyagiakat nem kell megmozgatni, de ha kell, akkor megmozgatjuk. El tudjanak esetleg jutni, fellépni, teherautó, mikrobuszok, nem tudom én mi. Nyilván mindenben segíteni fogjuk a társulatot, és hát maga a társulatnak a vezetője pedig amúgy is közösségi házunk vezetője, aki ezen a területen nagyon kreatív, és biztos vagyok benne, hogy megtalálja az utakat a fellépésekre, az újabb darabok kitalálásában, megtanulásában, úgyhogy bízom benne, hogy menni fog.